Jó estét kívánok a Gyöngyösi Városi Televízió nézőinek! Önök a Fórum című közéleti magazinműsorunkat látják, melyben most az előválasztásokról és az Európai Parlament munkájába is betekintést nyerthetünk a mai két vendégemmel, akiket szeretettel köszöntök a stúdióba, és örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat. Gyöngyösi Márton képviselő urat köszöntöm, az Európai Parlament képviselőjét. Jó estét kívánok! És köszöntöm Tudás Róbert urat, az országgyűlési képviselőt a Jobbik részéről. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Képviselő urak, itt már elhangzott az elején, hogy körülbelül mit fogunk ebben a 26 percben összefoglalni. Nem kis témákat, de próbálunk azért mindenre kitérni. Kezdjük talán az Európai Parlament munkájával, illetve hát arról is beszélgessünk, hogy Magyarország megítélése most Brüsszelben ilyen kétséges, mindenféle, igen. Tehát, hogy hogyan látja onnan az Európai Parlamenti képviselői székből Magyarország megítélését, a jogállamiság kérdését. Miért indított Brüsszel ilyen véleménynyilvánítást Magyarország ellen? Hogyan van most ez? Ilyen nagyon szomorú ezt látni, ezt szeretném gyorsan le is szögezni, hogy bár én ellenzéki képviselő vagyok, nekem magyar állampolgárként rettenetesen fáj az, hogy az országomnak, hazámnak ilyen a megítéléseként az Európai Unióban. Főleg egy olyan időszakban, amikor egy kétharmados kormányzást, többedik kétharmados kormányzást láthatjuk, ami alapvetően arra is jó lehetne, hogy a nemzeti érdekeket hatékonyan képviseljük az Európai Unióban, akár a parlamentben, a bizottságban, Európai Tanácsban. De nem ez történik, hanem folyamatosan egyfajta ilyen ellenségkép, keresés és befeszülés érzékelhető a magyar kormány részéről, és ez rettenetesen rontja Magyarországnak a megítélését, és Magyarországot elszigeteli a mainstreamtől, tehát az európai szintéren. Magyarország az már szinte egy ilyen szitokszóvá vált, és nem is Magyarország, a magyar kormány. Tehát azért ugye az nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy itt alapvetően az Orbán kormányt éri kritika, nem az országot. Tehát ilyen értelemben a kormányt, Orbán Viktort és a Magyarországot azt külön kell választani, hiszen a magyar választópolgárok többsége az Európai Uniónak a pártján van, az Európai Uniós tagállamként tekint Magyarországra, Orbán Viktor pedig ugye folyamatosan egyfajta ilyen ellenségképet keres Brüsszelben és az Európai Uniós intézményekben. És a kritika, ami a kormányt érinti, az szinte kizárólag a jogállamiság kérdésköre köré csoportosítható. Tudjuk, hogy Orbán Viktor szeretne egy párhuzamos narratívát felépíteni. Ő ugye folyamatosan azt mondja, hogy Magyarországot azért támadják, mert ők egy jobboldali konzervatív politikát folytatnak, a Brüsszelt pedig Soros György irányításával átvette, vagy meghódította a nemzetközi baloldal, meg a liberális körök. Ez nem igaz. Magyarországot sajnos azért támadják, és ez egészen konkrétan meg is van fogalmazva számos dokumentumban. Ez a médiának a helyzete, az igazságszolgáltatásnak a helyzete, a parlamentarizmus felszámolása, az önkormányzatiságnak a felszámolása, a korrupciónak a helyzete, és még hosszan sorolhatnánk. Most is ugye a helyreállítási alap körül forog a legfőbb vita. Ez ugye az a bizonyos forrás, ami 7,2 milliárd eurót, 2500 milliárd forintnyi összeget hívhatna le Magyarország vissza nem térítendő támogatásként ebből az alapból. Ezt Magyarország azért nem tudja most megkapni, mert az Európai Bizottság számos kritikát fogalmazott meg Magyarország kormányával szemben, és azok mind a jogállamiság és a demokráciának a helyzetéről szólnak. Hát ezek most kritikák, ezek most elhangzottak, ezek most napvilágot láttak, és ez a médiában is szerepet vállalt. Lát valamilyen jellegű konszenzust, vagy közeledést, javulást, mert most azért erre reagálni is kell. Hát a kormány ugye azzal reagált, hogy itt ez az egész támadás, ugye ez a pedofil ellenes törvény elfogadása miatt zajlik Magyarországgal szemben. Ez nem igaz, hiszen a bizottság egy országjelentést adott közre július közepén, amiben 50 oldalban elég konkrétan megfogalmazta a kritikákat, és azok mind azokra a tárgykörökre vonatkoznak, amiket az előbb felsoroltam. Ugye Orbán Viktor nem is arra játszik, tehát ő nem konszenzusra játszik, hanem ő már a 2022-es áprilisi választási kampányra készül, és neki az a fontos, hogy a kemény magot, tehát az Orbán hívőket és a Fidesznek a kemény magját, azt kondicionálja erre a választásra, mozgósítsa őket,
És ezt a párhuzamos valóságot, amit a Fidesz ugye már 2014 óta folyamatosan épít, ezt erősítse. Ez ugye már a migráció idején is fölmerült, ugye Soros György irányítja a nemzetközi baloldalt, az Európai Uniónak a képviselőit, országgyűlési vagy parlamenti képviselőit is, a bizottság tagjait is, ők mind egyfajta ilyen balliberális összeesküvésnek a részei, és Magyarországot el akarják pusztítani azért, mert ott Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt, aki meg egy keresztény, jobboldali politikát folytat. Ez nem igaz. Magyarországgal szemben a kritikák azért fogalmazódnak meg, mert Magyarországon a jogállamiság megszűnt létezni, és a korrupció az meg szinte ilyen afrikai szinteket ért el, és ezzel talán még egy-két afrikai országot meg is értünk. Tehát ezek a kritikák Magyarországgal szemben, ebben kellene változtatni, de én úgy látom, hogy az Orbán kormány nem fog meghátrálni, tovább folytatja ezt a politikát, hiszen nekik 2022 áprilisára arra van szükségük, hogy ez a fajta erős ellenségkép, ez a Fidesz választóiban megszilárduljon és mozgósíthatók legyenek a 22-es áprilisi választásokon a Fidesz mellett. Említette előbb a gazdasági vonulatot is, ez az uniós helyreállítási alap, amely 7,2 milliárd euró. Igen. Párhuzamba állítható ezek szerint a pedofil törvénnyel, vagy ez teljesen nem is, ezt teljesen rosszul kommunikálják? Hát a saját szempontjukból jó kommunikálják, mert hogy ők ellenségképet akarnak kreálni Brüsszelben, de a valóság az az, hogy ez csak és kizárólag az országjelentésben megfogalmazott kritikák miatt van. Megjegyzem, nem csak Magyarországgal szemben vannak, tehát nem csak Magyarország vonatkozásában dobta vissza az Európai Bizottság a helyreállítási tervet, amit a kormány benyújtott. Finnország, Svédország, Románia, Málta esetében ugyanígy visszadobta a helyreállítási tervet az Európai Bizottság, kérve ezeket a tagállamokat, hogy még dolgozzanak egy picit a terveken, mert abból nem úgy tűnik, hogy azok a célok, amiket megfogalmaztak, elérhetőek. Tehát itt nem egyfajta, itt nincs, nem Magyarországnak a kipécézése zajlik. Magyarországnak meg kellene fogadnia az Európai Bizottság részéről, meg az Európai Parlament részéről folyamatosan az elmúlt években sokadjára megfogalmazott kritikákat. Igazából az lenne a legmegnyugtatóbb mindenki számára. Magyarországnak rettenetesen nagy szüksége van erre a forrásra. Azon kívül, hogy észrevételek vannak és elhangzanak a kritikai észrevételek, van valamilyen ultimátum kérés megfogalmazva? Mert ez a pénz azért előbb-utóbb jó lenne, hogyha Magyarországon köt neki. Hát egészen konkrétan, tehát ebben az országjelentésben ugye például a jogállamiság vonatkozásában az igazságügyi rendszernek a reformjával kapcsolatban egészen konkrét feladatokat határoz meg az Európai Bizottság. Ugye itt Magyarországon nagyon sokat lehetett erről olvasni szakmai berkekben, itt a országos bírói tanács és hatóság, illetve az igazság, a kúria közötti vitákról ugye nagyon-nagyon sokat lehetett olvasni. Ugye az Európai Bizottság szempontjából ez ugye úgy néz ki, hogy Magyarországon amellett, hogy az ügyészség az teljesen a kormánynak a megszállása alatt van, ugye Polt Péter Orbán Viktornak a kinevezetje, aki mindent csinál, csak a bűnt nem üldözi, emellett a bíróságok tekintetében is egy párhuzamos struktúrát állított fel a kormányzat, ahova bizonyos ügymeneteket félre lehet vinni és ki lehet siklatni, hogy ugye ne a kormánynak kellemetlen ügyeket, azokat ne az egyik hatóság, hanem a másik hatóság, vagy ne az egyik tanács, hanem a másik intézze és tárgyalja. Ezekkel kapcsolatban ugye egészen konkrét kritikák jelentek meg az Európai Bizottság részéről, így a feladat is eléggé konkrét lehetne. Nyilván a korrupció vonatkozásában ugyanez fennáll, a jogállamiság helyzetében ugyanez fennáll, konkrét feladatok vannak, azokban kellene a kormánynak garanciákat adnia az Európai Bizottság számára, mielőtt megérkezik ez az összeg. Akkor menjünk át egy másik gazdasági területre, ez pedig a norvég alap. Norvég alapnál is van kérdéskör, de talán azt hiszem hozzuk közelebb a nézőköz, hogy mit is jelent ez a norvég alap a gyakorlatban. Ugye ez úgy néz ki, csak hogy a nézők értsék, Norvégia ugye nem tagja az Európai Uniónak, ugyanakkor az Európai Unióval kötött egy szerződést, hogy Norvégia
az európai közös piacnak, közös gazdasági térnek az előnyeit élvezheti, tehát a gazdasági térnek a részese lehet, akkor, hogyha fizet, vagy létrehoz egy alapot, amiben, vagy amin keresztül tagállamoknak bizonyos céljait finanszírozza. És Norvégia belement ebbe a megállapodásba, nem tagja az Európai Uniónak, de gazdasági együttműködésekben az Európai Unióval egységet alkot, élvezi az Európai Uniónak a gazdasági előnyeit, és ezért bizonyos tagállamoknak, így Magyarországnak is, hosszú-hosszú évtizedek óta pénzeket juttat meghatározott célokra. Magyarország ebben az évben 77 milliárd forintot hívhatott volna le meghatározott célokra, a magyar kormány pedig azért mondta vissza ezt az összeget, ugye már hosszú-hosszú évek óta vita van a norvég alap és Magyarország között, ugye emlékszünk, Lázár János rúgta össze a port 2015-2016-ban a norvég alappal. Most azt mondta a kormányzat, hogy csak azért mond le a 77 milliárd forintnyi összegről, mert a norvég alap egyébként a megállapodás értelmében meghatározhatta azt, hogy ebből a 77 milliárdból 4 milliárd forintot melyik civil szervezet oszt szét Magyarországon és kinek. Tehát a vita arról zajlik, hogy ez a civil szervezet, ez melyik lehet. A norvég alap megnevezte a civil szervezetet, a magyar kormány számára ez nem elfogadható, hiszen Orbán Viktor olvasatában minden civil szervezet ugye Soros György támogatottja és valamiféle liberális összeesküvésnek a része. Ezen a 4 milliárd forinton ment a vita, és a kormány végül azt mondta, hogy neki akkor az egész 77 milliárd nem kell, hogyha ő nem mondhatja meg, hogy melyik civil szervezet osztja a pénzeket. Tehát jelen pillanatban itt tartunk. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a magyar állampolgárok elesnek mind az Európai Unió forrásaitól, mind a norvég alap forrásaitól, mert Orbán Viktornak a narratívája, hogy itt Soros György irányítja a világfolyamatokat, az neki sokkal fontosabb, mint az, hogy Magyarország gyarapodjon. Tehát akkor bízunk abban, hogy ez változhat. Hát reméljük, bízunk abban, hogy 2022. áprilisában kormányváltás lesz Magyarország. Köszönöm a válaszait, és akkor Európából jöjjünk vissza szűkebb hazánkra, itt a környezetünkre, illetve hát Magyarországra, hiszen országgyűlési képviselője a Jobbiknak. Parlament munkája, hogyan látja ön ezt a munkát most? És majd arra is kitérünk, hogy milyen témákkal rukkolt elő ott a parlamentben, parancsoljon képviselő úr. Köszönöm szépen. Hát a tavaszi ülésszakot nézve pár hete voltak hírek arról, hogy összehasonlították az országgyűlési képviselőket itt Heves megyében is, és az ő aktivitásukat. Heves megyében én szerepeltem legtöbbet, akár felszólalások tekintetében, akár pedig indítványok tekintetében. Ha a körzetet nézzük, ezt a gyöngyösi körzetet nézzük, akkor pedig kimagasló és kiugró a különbség képviselő és képviselő között. És egyébként még itt szeretnék megemlíteni egy dolgot, ami a helyi ügyekkel való kapcsolatos foglalatosságot, illetve az indítványokat jelenti. Egyedül én képviseltem helyi ügyeket. Ami egyrészt részemről most mondhatom azt, hogy jó, egyébként pedig szomorú, hogy mondjuk egy körzetképviselő, Heves megye más képviselő, aki egyébként itt él a megyében, hogy helyi ügyeket, én is foglalkoztam országos dolgokkal. Foglalkoztam a családi pótlék kérdésével, a minimálnyugdíja, a rendvédelmi szervek dolgokkal kapcsolatos problémákkal, és még számos más dologgal, de ugye azért mégis, ahogy szoktam mondani, hogy helybéliként igyekszem képviselni a helyieket, a helyi ügyeket viszem oda a parlament elé, kérdezem meg a minisztériumot, szólalok fel napirend előtt, szólalok fel napirend után, mert én azt gondolom, hogy nekünk a helyiek képviselete a lényeg, amit viszont csak így, és valószínűleg nem véletlen, hogy csak én hozom ide ezeket a témákat, ezeket csak helyből lehet látni. Tehát egy budapesti vagy egri irodából lehet véleményeket alkotni, de azok nem lesznek valósak. El kell jönni, meg kell nézni, együtt kell élni az emberekkel, járkálni kell az emberek között, mint ahogy számos alkalommal a napokban is standoltam, akár Gyöngyösen, akár környékbeli településeken, így lehet megtudni, hogy milyennek az adott településnek a problémája. És a kérdésére visszatérve, hogy esetleg mit tervezek a jövőben, hasonlót. Hasonló gőzerővel, országos ügyekkel is foglalkozva, de sokkal inkább a helyi ügyekre fogok koncentrálni. Itt elhangzott, hogy sokat szólt hozzá a parlamentben is. Milyen témajavaslatokat vetett ott föl?
Az elmúlt időszakban milyen témákat vetettem? Hú, hát ez elég széles a paletta. A parlamentben a külügyi bizottságnak is tagja vagyok, így olyan témákat, ami a külügyet érinti, a parlamenti vitákban, az általános vitákban számos alkalommal képviseltem. Ahogy említettem is, képviseltem a rendvédelmi dolgozók ügyét, hiszen egy belső felmérés alapján 70%-uk tervezi a pályaelhagyást. Ez egy olyan kérdés, amivel foglalkozni kell. És az nem megoldás, a jelenlegi kormány által jelenleg megoldásnak szánt dolog, hogy előre hozzák azt a fegyverpénzt, annak a fegyverpénznek a kifizetését jövő január-februárra, ami egyébként 3 évente jár a dolgozóknak, előre hozzák és jutalomként harangozzák be. De ez nem jutalom, ez a szerződésükben benne van és jár. De nem megoldás, mert egyrésztről kimaradt belőle 15 ezer dolgozó, rendvédelmi dolgozó, GDP 5,5%-os emelkedéshez van kötve, ami legyünk őszinték lutri, tehát ezt nem tudhatjuk előre, illetve nem oldódik meg az a probléma, ami miatt 70%-uk gondolkodik a pálya elhagyáson. Megkapják mondjuk januárban, februárban ugyanazok a méltatlan körülmények várják őket a rendőrőrsökön, ugyanaz a túlterhelés lesz rajtuk, és ugyanaz a méltatlanul alacsony bér. Ráadásul még le kell járniuk a határra is, ami ugye ez egy külön szakma kellene, hogy legyen ezzel kapcsolatban, volt egy felvetésünk, amit sajnos a kormánypárt elutasított. Tehát a rendvédelmi dolgozók, kiálltam a postások védelmében. Én megmondom őszintén, minden olyan ügyben igyekszem, akár kérdésben, akár szóban megnyilvánulni, amivel kapcsolatban megkeresnek. Ha Gyöngyösnél maradunk, mert majd szó lesz az előválasztásról. Maradjunk Gyöngyösnél, ha csak a Kálvária parti iskolának az ügyét, ha megemlítem. Hát több mint egy évvel ezelőtt kezdtem ezzel az iskolával foglalkozni. Mindig hangsúlyoztam, hogy bár ezt az iskolát említem meg, ez nem azt jelenti, hogy én pusztán erre az iskolára kívánok fókuszálni. Nem, hanem ezen iskola problémáján keresztül mutatom be a körzet iskoláinak a helyzetét és problémáit. Eleinte számos elutasítást kaptam, akár szóban, akár írásban, aztán lásd csodát, mégis hozzáfogtak a felújításhoz. Sokan kérdezik tőlem egyébként, hogy így rávetítek problémákra, most említhetném a káli szennyezést, ahol egyébként éveken keresztül élhetetlenné tették az ottaniaknak az életét, mindennapjait, hiszen olyan szakhatás volt, nyugodtan mondani, hogy olyan bűz volt, hogy ott egyszerűen nem lehetett megmaradni. Foglalkoztam vele, pár nappal később megoldották azt is. Sokan kérdezik tőlem, számos alkalommal legalábbis előfordult, hogy ez nem zavar engem egyébként, hogy felkorolok ügyeket, majd pedig valaki megoldja, és akkor ő övi a dicsőség. Én nem gondolom ezt így egyébként, hogy most ez, itt a dicsőség, ott a dicsőség. Képviselőnek az a dolga, hogy felkaroljon ügyeket. Egyébként, ha meg a feladatmegosztásokon dolgozunk, vagy gondolkodunk, akkor én nyugodtan maradok ennél. Tehát megoldódjon a probléma. Én nekem az a lényeg, én ezt is elmondtam számos alkalom, hogy én nem felelős keresek, hanem megoldást. Én helyben élő vagyok, én a körzetben élő képviselő vagyok. Én járom a körzetet, látom a problémákat, azt felszínre hozom, hogyha az valaki más megoldja, majd elmegy esetleg szalagot átvágni, jó, legyen az az ő dolga, én idehoztam a problémát, és én nagyon örülök, hogy ez megoldódik. Előválasztások. Említette az előbb, hogy Standol járja már a környéket. Mikkel találkozik? Milyen problémákkal találkozik? Mit osztanak meg önnel az emberek? Itt nem lehet általánosítani. És ezért is fontos, hogy járja az ember a környezetét, a környéket és a településeket. Mert tényleg Egerből, Budapestről lehet egy irodából programot írni, csak az köszönő viszonyban sem lesz a valósággal. Le kell jönni, el kell jönni az emberekhez, köztük kell járni, beszélgetni velük, és ők elmondják egyébként, hogy adott településen milyen ígéretek voltak már, mire lenne leginkább szükség egyébként, hiszen ők itt élik a mindennapjaikat. Nekik ez a hazájuk. Nekik ez a hazájuk. Én is itt élek, és nekem ez egy könnyebbség is ilyen szempontból, de azt gondolom egyébként pedig evidensnek kellene lenni, hogy egy képviselő a körzetben is éljen, hogy én is itt vagyok, és akkor ugyanazokat az utakat járom, ugyanazokba az intézményekbe járok, ugyanazokkal a problémákkal találkozok, és látom azt egyébként, hogy melyik kérdések azok, amik ellehetetlenítik egyes településeknek az életét, de így, hogy elmegyek sorba mind az 56 településre, és többször is, így tudom meg igazán, hogy mi az, amit képviselnem kell. És fogom is képviselni, mint hogy képviseltem eddig is, képviselni fogom a jövőben is őket. Előválasztásokról beszéljünk, elkezdődött már a kampány, munka, fölépített stratégia, erről mit lehet tudni? Hát
Elkezdődött ez már részemről, illetve részünkről elég rég, és ahogy már említettem, hogy járom a településeket. Az előválasztás maga egy nagyon fontos intézmény. Olyan szempontból, hogy a képviselő jelölt, illetve a miniszterelnök jelölt kiválasztása tekintetében ugye hamarosan ez is indulni fog. Én maradnék egyébként a képviselő jelölt kiválasztásánál, ha megengedi. A lényege az előválasztásnak, hogy megtaláljuk azt a legmegfelelőbbnek vélt jelöltet, aki jövő áprilisban a kormánypárt képviselő jelöltjével szemben eséllyel szásékra, és reményeink szerint kormányváltás lesz. Vannak körzetek az országban, ahol lesz előválasztás, vannak körzetek, ahol nem lesz előválasztás, mert ugye az előválasztásban résztvevő mind a 6 párt esetlegesen bizalmat szavaz annak az adott képviselőnek, vagy képviselőjelöltnek. Itt a lényeg az, hogy akár van előválasztás, akár pedig már van egyfajta megegyezés, hogy egy jelölt álljon majd jövő áprilisban. És ez a lényeg. Én azt gondolom, hogy 18-ban, ha mondhatom így, hogy már történelmi bűne az akkori pártelnököknek vagy pártvezetéseknek, hogy nem volt egyfajta koordináció. Ha nem is egy ilyen fajta összefogás, de egyfajta sok koordináció. Volt az induló. Tessék? Sok volt az induló. Sok volt az induló, igen, és azt is el lehet mondani, hogy ha az ország 106 választókörzetét nézzük, nem minden párt indított minden körzetben úgy jelöltet, hogy valós esélyekkel. Most viszont ezzel az összefogással ez realizálódik, hogy ténylegesen egy, és reményeink szerint a legmegfelelőbb jelölt fog állni jövő áprilisban a kormánypárti jelölttel szembe, és innentől kezdve mindenki más, aki még elindul, az már egyébként a kormánypártot segíti. Ez egy nagyon fontos dolog, nagyon fontos kitétel, és bízom benne, hogy az előválasztást követően én leszek az a képviselő jelölt, aki várja azt a megmérettetést, áprilisban pedig a győzelmet is meg fogjuk tudni szerezni. Ugye most a nézőknek még nem mondtuk el, hogy ez a műsor ugyan most kedden van, de a felvétel ez pénteken készül. Önnek viszont egy törvénymódosító javaslata is hétfőn zajlik el. Hát most akkor kedden este már beszéljünk róla, vagy igen, elmondhatjuk, hogy mi is lesz ez a törvénymódosító javaslat, ami a postákat érinti. Igen, akkor most jövő időben beszélek, de egyébként már múlt idő az adás idejében. Igen, mert hogy kedden már ez napvilágra kerül, és most pénteken beszéljünk igen róla, hogy mi kerül majd kedden napvilágra. Csak hogy értse mindenki ezt a postával kapcsolatos óriási anomáliát, egy olyan átalakításba kezdett a Magyar Posta, hogy 2400 postahivatalából 800-at bezár. Ezek kistelepülési postahivatalok. Én még polgármester voltam, amikor a takarékszövetkezet végezte el ugyanezt a racionalizálást, és nagyon nehezen élték meg a helyben élő kistelepülési lakosok. Ha még a posta is bezár, akkor megszűnik az az egyetlen pénzintézet, ami működik a kisfalvakban. Tehát ellehetetlenülnek a... Azért azt látni kell, hogy ezek a zömében elidősödő települések, 80-90 éves idős nénik, bácsik, akik nem el sem hagyják egész nap, meg szinte soha a települést, tehát ők mindent a postán tudnak intézni. Tehát itt nem a levelekről és a táviratról van szó, hanem mint egy pénzintézetről beszélek. Nagyon nagy érvágás lenne, hogyha ez megvalósulna, és a kormányon keresztül a Magyar Posta, mert ugye állami cégről van szó, ezt tervezi. Én egy petíciót kezdeményezek ezeken a településeken, a lakosság segítségét kérem, hogy nyomást tudjunk gyakorolni, a Magyar Postán rajta keresztül pedig a magyar kormányra. Polgármesterekhez is fordulok, hogy segítsenek, hiszen ők a település lakossága bízta meg őket a feladatukkal, és az ő érdekük képviselete a legfőbb feladatuk, illetve egy törvénymódosítást kezdeményezek. Jelenleg egy olyan rendelkezés van érvényben, hogy 1000 fő alatti településeken be lehet zárni, ott opcionális a postahivatal nyitva tartása, ezt vigyük le 500-ra. 500 főig köteles legyen a posta hivatalt működtetni. Ezt a törvénymódosítást én ugye hétfőn nyújtom be, most már egy múlt időben, és várom a szeptemberi üléskezdést a parlamentben, ahol ugye a szakbizottság meg fog engem hallgatni, mint előterjesztőt, és bízom benne, hogy ebből egy általános vita is kikerekedhet, annak érdekében, hogy megvédjük a kis települések hivatalait, rajtuk keresztül pedig a kis települések lakóit.
Én a képviselőknek nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a Gyöngyös Televízió meghívását, és itt voltak, megosztották velünk a gondolataikat, hát jó egészséget, és hát még jobb munkát kívánok a közeljövőre. Köszönjük a lehetőséget. Viszont kívánok. Kedves nézőinknek pedig köszönöm a figyelmét. Rövid reklám után folytatjuk, maradjanak velünk.